Már a dél-afrikai vírusmutánst is kimutatták hazánkban, hangzott el az operatív törzs mai tájékoztatóján. Az elmúlt 24 órában 4668 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírust, és elhunyt 123, többségében idős, krónikus beteg. A tájékoztatón Kis Róbert egy friss hírről számolt be, miszerint az operatív törzs megkezdte az utazási szabályok és a határforgalmi ellenőrzések szigorításának előkészítését. A döntésekről a későbbiekben adnak tájékoztatást. Az elmúlt 24 órában két vendéglátó üzletet is bezárattak 6 hónapra a szabályok megsértése miatt. A budapesti rendőrfőkapitányságon szolgálatot teljesítő rendőreink Kispesten az Üllői úton lévő egyik söröző ellenőrzésekor 3 vendég jelenlétét tapasztalták, akik a vendéglátó üzlet alkalmazottja szeszes itallal szolgált ki, ezt a szeszes italt éppen az ellenőrzés időpontjában fogyasztották. A szabálysértés elkövetőkkel szemben helyszíni bírságot alkalmaztunk, még az üzlet 6 hónapos ideiglenes bezárásáról hoztunk döntést. A járványadatok dinamikusan emelkednek, a harmadik hullám felfutása felgyorsult, és ebben a különböző vírusmutációknak is szerepe van, mondta Müller Cecília, országos tisztifőorvos. A mutánsokkal kapcsolatban hozzátette, hogy azok fertőzőképessége hosszabb, így nehezebben kezelhetők. Tudjuk jól, hogy a brazil és a dél-afrikai mutánsok nehezebben kezelhetők, hiszen ellenállóbbak, és az antitestjeink kevésbé tudnak megküzdeni vele, ezért előfordulhat olyan is, hogy már korábban megbetegedett személy sajnos ezzel a vírus variánssal újra fertőződni tud. Újságírói megkeresése Müller Cecília kiemelte, az intézkedések időtartamát olyan időre tudják megszabni, amelynek körülbelül látják a folyamatát. Hosszabb távra nem lehet érdemben nyilatkozni, így nem tudni még, hogy mi lesz március 15-e után.